Már elkezdődött a dohánybetakarítás a Kelet-Magyarországon. Idén közel 3400 hektárra kötöttek termelői szerződést a felvásárló társaságok, a kedvező időjárás miatt pedig kiemelkedő termésmennyiségben bíznak a gazdák. Közel 100 hektáron foglalkozik dohánytermesztéssel a Fehértó szövetkezet Ófehértón. Ezen az ültetvényen múlt héten kezdődött a betakarítás. Itt fontos szerepe van a munkaerőnek, de a leszedett levelek válogatásához is szükség lesz majd rájuk. Az országos termőterület közel 70%-a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében van. Az elmúlt években átlagosan 1,7-1,9 tonna per hektár körül alakultak a termés átlagok. Idén kedvező volt az időjárás. A dohány meleget és jó vízellátást igénylő növény, ezek a feltételek adottak voltak idén-nyáron. Itt az ófehértói gazdaságban egy vihar okozott kárt a termésben. Egyelőre jónak mutatkozik a termés. Van egy problémánk, július 8-án egy elég erős jég és viharkárt szenvedtünk. Az körülbelül a 10%-át elvitte a termésnek, de azon túlmenően egy tűrhető év előtt állunk, ha minden így marad és minden szépen lemegy, de hát még sokat kell kinnaludni addig a növénynek. A tervek szerint körülbelül szeptember végéig tart a betakarítás, utána kezdődik majd a levelek válogatása. Kocsis Miklós hozzátette, a dohány költségei a felvásárlási árból nem térülnek meg. Fontosak az állami támogatások is, de ez nem csak Magyarországon, hanem egész Európában így van. Vendégünk a stúdióban Bényei Illés, a Magyar Dohánytermelők Országos Szövetségének elnöke. Jó estét kívánok! Kezdjük sokkal, jó estét kívánok! Hogyan értékeljük ezt a bizonyos 3400, közel 3400 hektár termőterületet? Hát igen, szóval Magyarországon nem is olyan nagyon rég, még a 70-es, 80-as években azért 27-28 ezer hektár körül volt. Ha ehhez viszonyítjuk, akkor rendkívül lecsökkent Magyarországon a termőterület. És azért nem illik egy évnek a tapasztalatából már olyan következtetést levonni, hogy akkor ez most már megfordult ez a trend, mert hogy most 20 hektárral több szerződés van, mint volt a 2016-os esztendőben, de én hiszem és merem remélni, hogy akkor megállt ez a folyamat. Olyan bizonytalan események történtek itt az elmúlt években, mint a nyíregyházi ULT fermentálónak a története, mert hogy ugye elmúlt évben megtermelt dohányunk már nem ebben az üzemben kerültek feldolgozásra. Elég ezeket komolyan kongattuk a vészharangot emiatt, tehát veszélybe kerülhetett volna az egész gazdálkodás. Sőt, úgy volt meghirdetve, hogy 50%-kal csökkentik a termőterületet is, ami hála Istennek nem következett be. Egyrészt a szolnoki fermentáló bővítette a termelő hátterét, a termelő létszámot, és ezzel együtt a területet is. Így ebből az következett, hogy akkor az az 50%-os csökkenés nem következett be, amelyikkel bővítette a DOFER, a szolnoki fermentáló a termőterületét, ezt az ULT vissza tudta adni azoknak a dolgozóknak, azoknak a termelőknek, akiktől eredetileg ugye az 50%-ot vették volna el. Így ez tulajdonképpen egy ilyen 25-30%-os területcsökkenéssel jött, akkor is viszont ez 1000 hektárt meghaladó nagyságrendű csökkenés volt. És ha most az első év tapasztalatát nézzük, az olasz fermentálónak a vezetői úgy nyilatkoznak, hogy meg vannak elégedve a magyarországi dohánynak a minőségével. Reményeink szerint még az is elképzelhető, hogy bővítik a lehetőséget a termőterület növelését illetően. Ha nem is érnénk el azt a reneszánszot, mint amit az imént a 70-es években mondtam, a 27-29 ezer hektárt, azért egy ilyen 5 ezer hektár körül, ha sikerülne stabilizálni Magyarországon a dohánytermelést, azt gondolom, hogy az mindannyiunknak jó lenne, hiszen ez a dohány termelése, ez egy rendkívül kézi munkaigényes tevékenység, és különösen az elmaradott térségekben, így Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a legnagyobb mértékű a hazai dohánytermelés, ez nagyon sok embernek ad munkát, főleg a szezonban.
ez a lecsökkent 3000, közel 3400 hektárnyi terület azért még mindig egy 12-14 ezer embernek ad munkát, és ennek a 80%-a akkor Szabolcs-Szatmár-Bereg megyébe tudja ezt a munkát végezni. Ahhoz viszont, hogy ez bekövetkezzen, ez az 5000 hektáros cél, ahhoz azt gondolom a minőséget hozni kell. Tehát egy újfajta elvárásrendszernek kell megfelelni azáltal, hogy más piacra dolgoznak a gazdák. Hogyan alakul ez a része a dolognak? A Virginia típusú dohánynak a termelői már hosszú évek óta öntözött körülmények mentén termelték túlnyomó többségben ezt a növényt. Tápanyag utánpótás az kidolgozott konkrétan a területre szabott mennyiségben és minőségbe kerül kihelyezésre, a betakarításnak az időszaka az adott a dohány érésénél, de az, hogy törési övezetenként elkülönítve kell, már a Virginia dohánytermelőknél ez a helyel közel kialakult. Sajnos ez még a bőrdi dohánytermelőknél nem igazán érhető maradéktalanul tetten. Éppen ennek érdekében az ULT termelői körében a bőrdi dohányosoknál tanfolyamok keretében erősítették meg ezt a követelményrendszert, mert hogy ez feltétele annak, hogy egyáltalán ez a egyébként is többsebből vérző bőrli dohány termelése Magyarországon fent maradhasson. Ez a többsebből vérzés, ez pedig azt célozza meg, hogy a Egészségügyi Világszervezet Dohányzás Ellenőrzési Munka Bizottsága a bőrli dohányt azt adalékanyagnak minősítette, és hát viták folynak arról, hogy ennek a termelése ez fennmaradhat-e. Egyébként ennek a szövetségnek ennek az a célja, hogy természetesen a dohányzás, ami káros az egészségre, az minél kisebb mértékben valósuljon meg, de azon belül pedig, hogy a felhasznált dohányok közül kizárólag a Virginia legyen felhasználható a cigaretta fogyasztás során. Ez a bőrlinek a, hogy is mondjam, csak a jövőjét enyhén szólva elhomályosítsa, bizonytalanná teszi. Viszont a cigarettagyárak ragaszkodnának ahhoz, hogy bőrli dohányuk legyen, mert a gyártás során egy nagyon jól kezelhető anyag kerül ezáltal a kezükbe, és hát mindenképpen célszerű ennek a fennmaradása, hogy aztán ki fog ebbe győzni az Egészségügyi Világszervezet, vagy a cigarettaipar, ez a jövő kérdése, és erre még most azért válaszokat, különösen téttel járó válaszokat nem mernénk adni. Hogyan alakul a dohány támogatottsága? Elhangzott itt a felvezető anyagban, hogy ez szükséges ahhoz, hogy gazdaságosan lehessen tenni. Így van, hát mint ahogy a Kocsis Miklós kollégám jelezte, az egész Európában, de nem csak egész Európában, szinte az egész földkerekségen, a dohánytermelés az egy támogatott tevékenység. Ha a másik végéről közelítem meg, ugye a jövedéki adó terheli valamennyi országban a cigarettát, a jövedéki adó mértékét pedig úgy szabja meg a mindenkori felső vezetés, a hatalom, hogy minél kevesebb haszon maradjon meg. Ebből következik, hogy az végigmegy a termelő láncon, a vertikumon, és nem tudnak annyit megfizetni a termelői dohányért, mint amennyi tulajdonképpen a termelési költség és egy kis tisztességes haszon vagy nyereség még ott lenne rajta. Ez miután ismerté válik ugye a hatalmi szervek előtt is, így támogatással tartják fent ezt a tevékenységet, és hát ennek a támogatásnak a mértéke, ez akkora kell, hogy legyen, hogy megérje a dohánytermelőnek termelni. Nem panaszkodunk, nagy megszorítást éltünk meg, mert ezt a támogatást 2014-ig az Európai Uniótól kaptuk,
és hát az lényegesen magasabb volt, mint az azt követő időszakban. Nemzeti kiegészítő támogatásokat kapnak a termelők, plusz még egy úgynevezett csekély összegű de minimis támogatás. Ezzel együtt azt kell mondanom, hogy ha jó évjárat van, akkor egy tisztességes nyereséget a dohánytermelők el tudnak érni. És most jó évjárat van? Eddig igen, és reméljük, hogy ez így is marad. Voltak ugyan kisebb jégverések, voltak viharkárok ebben az esztendőben. Ennek a területe viszont lényegesen alacsonyabb, mint az elmúlt évben volt. Az elmúlt évben hasonló jókat tudtunk elmondani a dohány beindulásáról, mint amit eddig elmondtunk, de bizony csak a megyénkben több mint 300 hektár, majd hogy nem a földdel egyenlővé tett. Bízunk benne, hogy szeptemberig már bízunk benne, hogy kibírja. Lesznek, igen, hogy legyenek, azt hogy gondolom, hogy mindenképpen megérdemelnék a dohánytermelők és a dohányban dolgozók azt, hogy egy olyan évük legyen. Még a támogatásra annyit visszatérvek, hogy a 2017-es esztendőnk az egy olyan ritka fehér holló a korábbi évekhez képest a támogatást illetően, hogy úgy kezdtük meg az esztendőt, hogy tudtuk, hogy mennyi lesz a támogatás mértéke, és hogy milyen feltételeket kell ehhez teljesíteni, mert hogy az elmúlt év októberében jogszabály alapján meg lett hirdetve. Az elmúlt 25-30 évben ilyen nem volt. Nem lehetett előre tudni. És megnyugtató, hogy már ismert a tervezet, amelyik a 2018 és a 2020 közötti időszakot ugyanezzel a szisztémával tervezi a minisztérium szabályozni, és másik oldalról pedig támogatni. Minimális technikai változások várhatók ebben, de így a termelők most már 3 évet előre tudnak látni, és hát ez óriási megkönnyebbülést jelent mindannyiunk számára. Bényei Illés, köszönjük szépen, hogy itt jár. Én is köszönöm szépen a meghívást.